Sziasztok! A gyógyszergyártással kapcsolatban tudni kell, hogy annyira alacsony költségekkel dolgozik, ami szinte elenyésző. Talán nem is könyvelik. Tehát ha keresel valamivel 1000 forintot, amiben 1 forintot fektettél, akkor mit könyvelsz le? 1 forintot? Dehogyis. Kit érdekel? Szinte a teljes bevétel profitként kezelendő. Így működik a gyógyszeripar. Na de akkor miért kerül annyiba, amennyibe? Mert minimum 10 vagy több 10 év kutatómunka előzi meg a filléres gyártást, ami kutató munkában benne foglaltatik gondolkodás, kogyfasztás, kísérletezés és kivárás, legfőképp kivárás. Ezt kell megfizetni utólag. Bár ez is sántít, mert ezeket a költségeket egyébként hetek alatt visszatermeli a gyártás, ahogy piacra került a termék. Úgyhogy az ezt követő gyógyszerárakat pedig már csak a pénzisten imádata és a minél hatalmasabb bevétel utáni oltatatlan vágy tartja szinten, valamint emeli bizonyos időközönként. De ne kanyarodjunk el a témától, maradjunk a COVID-19 elleni vakcinák gyártásán befolyó haszon, tehát profit mértékénél. Nem szeretnék komoly mélyreható elemzésbe belefolyni, mint Torockai László tette a Vakcina Business című videójában. Bill Gates vakcina gyártásra szánt adománynak álcázott befektetését sem szeretném megszólni, pláne nem szeretném kétségbe vonni a gyógyszergyártók az emberiség érdekében tanúsított non-profit hozzáállását, mert ilyet is hallhattunk. Több helyről is, csak egy apró, de nem éppen elhanyagolható tény szeretnék közölni, ami önmagáért beszél, és semmi hozzáfűzni valót nem igényel. Egyébként pontosan az történik, amit egy évvel ezelőtt jósoltam a koronavírus és az azt övező hisztéria című videómban, hogyha valakit esetleg érdekel, az megnézheti, a linkje itt lesz ez alatt a leírásban, itt megtalálja. Tehát ott is elmondtam, hogy rekordidőn belül lesz védőoltás, a kivárási időt teljes mértékben mellőzve. Na jó, mondjuk azt azért el kell ismerni, hogy az RNS alapú vakcinákkal azért már több tíz éve kísérletezgetnek, csak hát pont most húzták rá a koronavírusra, de akkor sem beszélhetünk érdemben kivárási időről. Mégis ugyanannyiba kerülnek ezek a gyógyszerek, mint ha kivártak volna legalább 10 évet. És ahogy az előbb mondtam, ezt is megemlítettem abban a korábbi videómban, amit az előbb hoztam föl. Na, szóval, pedig itt aztán tényleg nem indokolt a magas ár, nem csak azért, mert nem volt kivárási idő, hanem mert az egész világ igényt tart erre a vakcinára. De hát itt jön képbe a pénzisten, vagy inkább a démon és a megszállottságot egyértelműen igazoló tünet a vérszem. Szerintem egyébként teljesen mindegy, melyik gyártót emlegetjük, de maradjunk akkor most a Pfizernél, mert még ő a legnépszerűbb a tömegek előtt. Tehát nem akarom, hogy elvesszen a számok világában a tisztelt hallgatóság, ezért csak arányokat közlök. Úgy gondolom, ez is bőven elég lesz a tisztállátáshoz. Például a Pfizer a tavalyi évnek azon rövid időszakában, ami kijutott neki végre a vakcinagyártásból, annyit keresett, amennyit az azt megelőző 4 évben együttvéve. De csak erről a rövid tavalyi időszakról beszélünk. Az idei évre, amikor már ugye egy teljes gyártási évvel számolhatnak, 2021-re pedig akkora bevételt várnak, vagyis inkább borítékoltak már előre, mint az elmúlt 15 évben összesen. Még egyszer mondom, mint az elmúlt 15 évben összesen. Ennyit várnak csak a vakcinától, csak idén, csak a Pfizernél. És mindez természetesen önzetlenül, non-profit módon, a Covid leküzdése és az emberiség érdekében teszik. Jó, mondjuk a Pfizer azt pont elismerte, hogy ő igenis keményen hajt a haszonra, de akikről úgy beszélt a média, hogy abszolút non-profit módon, csak az emberiség érdekében teszik, ők is valami nagyon hasonló árakkal dolgozik, úgyhogy hol van itt a non-profit módszer? Na, hát ennyit a vakcinákon befolyó haszonról. Azért mondom, hogy számokban fölösleges beszélni, elég annyit mondani, hogy belevágsz valamibe, és akkor gyakorlatilag a 15-szörösére ugrik a bevételed egyik napról a másikra. Nem egy havi fizetést kapsz havonta, hanem 15 havit minden hónapban egy jó ideig. Köszönöm a figyelmet, sziasztok és jó egészséget mindenkinek!